sajtó képviselői. Külön köszöntjük Dr. Szócsa Miklós államtitkárról, köszönöm, hogy ebbe a hosszadalmas, hosszú, ködös, nyírkos időben időt szenteltél ránk. Én azt gondolom, hogy ennek mindenképp aktualitása van a mai napnak is, hogy a államtitkár itt van, hiszen a kormányzat minden évben, hogy meg is ígértük, nem csak azt várjuk, hogy a nép jöjjön a kormányzathoz, hanem a kormányzati szereplőket is szeretettel várjuk a választókerületbe. Ennek apropójából hívtuk meg az Szócsa Miklós államtitkár urat, hogy jöjjön el és mondja el, hogy hogyan tovább, mit, miért és meddig. És hát ezért vagyunk itt. Államtitkár úr, akkor átadom a szót. Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm az érdeklődéseket, úgyhogy majd át is adnám a kérdésekre a lehetőséget rövid időn belül. Annyit azért mondanék, hogy ezt talán tudják a mostani egészségügyi vezetésről, hogy minket érdekelnek az ország gondjai, és én hát nem tudom megmondani, hogy hanyagszor járjuk körbe az országot, és ennek több oka van. Az egyik az, hogy az új ellátórendszerben végre megcsináltuk azt, hogy az ország minden állampolgáráról tudjuk, hogy melyik ellátási formát hol ér el. Egy alapszintű rendet kellett tennünk, látniuk kéne azokat a papír alakú adatbázisokat. Budapesten a központi árnyérvántartóban van egy ilyen görgös szekrény, hogy ilyen rongyos szérű kartoték könyvekből nézik ki az ottani betegirányítók, hogy hova kell az egyes utcából, hova tartoznak, melyik körzethez tartoznak az emberek. A fekvőtek ellátásra ugyanakkor már egy interneten mindenki számára hozzáférhető adatbázis mutatja, hogy erre vagy arra a fekvőtek ellátásra, szakellátásra hol jogosult valaki. Tehát egy alapszintű rendet összeraktunk. Ezt tudtuk az első pillanattól kezdve, hogy minden menetrendi útirányt nem fogunk tudni belőni, tehát nagyon érdekel minket a visszajelzés, hogy hogyan lehet tökéletesíteni a rendszert. És a Kisvárdáról régóta tudjuk, hogy egy jól működő kórház, amelyik más intézményekkel összehasonlításban is megállja a helyét, úgyhogy ezért is örömmel fogadtam el ide a meghívást, hogy közvetlenül is halljam, hogy a helyiek milyen gondolatokkal bírnak az egészségügyi ellátásról. Úgyhogy a tapasztalatokat gyűjteni és az ország gondjaival ismerkedni jöttem többek között. Ezt örömmel vettük, hogy megvesszük, hogy itt vagy. Igen, jól mondtad, én azt gondolom, hogy a kórházra büszkék lehetünk, hiszen máshol mindig azokat a híreket hallottuk, hogy milyen adósságot kellett átvenni az államnak. Nálunk ez hál' Istennek pozitív szaldós volt, és reméljük, hogy ez így is marad. És azt is el tudjuk mondani, hogy hál' Istennek meg tudtuk őrizni az önállóságunkat, értelemszerűen most az állam keretein belül, ez azért azt gondolom, hogy fontos. A másik dolog, hogy nem érintett bennünket jelentős árcsökkentés sem. Ami egyedüli kérdés volt, az a nőgyógyászaton a nem egy napos sem részleti, nem vagyok szakszerű, tehát ezt biztos jobban tudjátok. Tehát, hogy lehessen kisebb műtéteket végezni, hál' Istennek azt is sikerült rendezni. Én azt gondolom, hogy jó lenne a műtéten is. Ez két dolgot hadd tegyek hozzá, hogy az, ami most július 1-ével ellátó rendszer alapelv bevezetésre került, az ugyanakkor kirajzol egy fejlődési pályát is. Én, amikor a gyomorfekéről tanultunk az egyetemen, én 89-ben végeztem, akkor még bírót egy, bírót kettő, meg voltak a műtéti típusok. Ma már egy Nobel-díjas, egy bátor Nobel-díjas kutatónak köszönhetően ezt gyógyszerrel gyógyítjuk. Tehát azokat az ágyakat, amiket ezeknek a fekvőbetegeknek a kezelésére használtunk, azokat fel kell szabadítani, hogy járóbetegben tudjunk gyógyítani. Ugyanígy a technológia fejlődése más területeken lehetővé teszi, hogy otthonában lássuk el a beteget járóbetegként egynapos ellátásokban. Tehát azon fogunk dolgozni a következő időszakban,
hogy olyan ösztönzők legyenek, hogy megérje egy napos ellátásban gyógyítani, és értelemszerűen a közösségeknek pedig meg kell tudni szerveződni, hogy azt az otthonápolási ellátást is tudják majd nyújtani, ami a betegek támogatásához kell. Tehát egy ilyen folyamatos alakulást, fejlődést kell produkálnunk a járóbeteg és az egynapos ellátási formák felé. A szakma is vitatkozik ezen, tehát sokszor akár egyéni érdek is megtartatja, hogy ezt inkább fekvőbetegbe, de majd ezt egy kicsit áttörjük, és ebbe az irányba kell haladnunk, fejlődnünk a jövőben. Azt mondom, jó irányba haladtok. Tehát határozottan polgármester úr, akkor te is néhány szót. Köszönöm szépen. Tiszteltek, köszöntöm Amplikár urat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk Kisvárdára. Ahogy már szó volt róla, Kisvárda kórháza jelentő szerepet tölt be a térségben. Közel 100 embert ellátásáról gondoskodik, és mindannyian tudjuk, hogy milyen szakmai szinten, tehát megfelelő szakmai szinten. Emellett egy stabil kórházunk van. Szó volt arról, hogy teljes egészében szinte megmaradt a kórházunk, olyan módon működhet, ahogy eddig is működhet. Számomra az is fontos, hogy felszűz Szabolcsban egy olyan gyógyító központ, ami tovább fejlődik, és sem bizonyítja a következő projektünk, ami több mint 3 milliárd forintról szól. Én azt hiszem, hogy ez a jövőben elmondható és biztató Kisvárdának továbbra is. Köszönjük szépen! Én szerintem adjuk át magunkat a sajtó hiénáinak. Sokkal békésebb alfához tartoznak, mint akikkel Budapesten szoktunk. Mert ugye te tudják, hogy itt, ahogy lemennek, egy nagyon harapos kutya áll, és bizonyos. De parancsoljatok, Péter. Államtitkár úr, én irányba is elküldtem, azt hiszem megkaptam a kérdést. Az első kérdés nagyon röviden tenném fel, a kórház beruházással kapcsolatos. Ugye 3,1 milliárd forintos beruházás, és a terv az egy 500 millióval több. Meg lesz ez a pótlás a Kisvári Kórháznak, hogy az építkezés el tudjon kezdődni, hisz ez év őszére, ez év nyarán indult volna az építkezés, jövő év nyarán őszére hát kellett volna a kórházat. Konkrétan nem fogom tudni megmondani, de azt viszont tudom mondani, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy a megkezdett programok befejeződjenek. Tehát meg kell keresnünk a forrást, meg kell nézzük a különböző lehetőségeket, úgyhogy dolgozni fogunk rajta, hogy meglegyen. Ezt mindenképpen tudom ígérni. Ez azt jelenti, hogy a kórház akkor az idejében, ha már nem, de jövő tavasszal beruházásra indul. Nagyon igyekszünk, hogy minél előbb elinduljon. Annyival szeretem kiegészíteni, csak ugye pontosítjuk a kérdés feltevését, hogy önmagában az eredeti 3 milliárd, 100 millió forint, az és megvan. Annak az önereje az rendben van. Tehát az nincs probléma, tehát voltak olyan hangok, hogy ezzel az elvonással esetlegesen az önerő veszélybe kerülhet, nem, ez fontos. Nem. Itt a pluszról van szó. Igen, a biztonságtechnikai előírások megváltoztak, az plusz 500 millióba kerül, és ez az 500 millió nincs meg. Rajta vagyunk, ezen még dolgozunk. Köszönöm szépen. Tehát akkor itt a második kérdés is sikerült lelőni. Itt már képviselő úr említette az önállóságot. Várható-e, hogy megmarad a Kisvári Kórház önálló intézményként, hisz több mint 100 ember, sőt az emplentésség egy részét is ellátja? Én pontosan ismerem azt a listát, ahol az integrálódó intézmények vannak, Kisvárda nincs rajta. De két dolgot muszáj elmondanom. Az egyik az, hogy az első néhány közbeszerzési eljárás, ami közös közbeszerzési eljárás, lezártuk az egészségügyben, és csak a januárban átvett első 41 néhány intézménynek a közös földgáz közbeszerzésén éves szinten 1 milliárd forintos forrottunk. Idefele jövet néztem meg pont azt a táblázatot, hogy a lejárt szállítói állomány a földgáz számlák esetében 1 milliárd 766 millió forint. Ez az összes kórházra vonatkoztatott, a 100 fölüli intézményre értem én ezt, ahol
ennél kevesebb arány aktív fekvőtegellátást végez, de az összes fekvőteg intézmény esetében 1 milliárd 760 millió forint az összes gázszámla tartozás. Mi éves szinten azzal, hogy 41 néhány kórházban közösen szereztük be a földgázt, éves szinten 1 milliárd forintot fogunk spórolni. Tehát ez a kórház, a fekvőteg intézmények fele körülbelül. Kevesebb, mint a fele. Tehát az együttműködésben nagyon komoly tartalékok vannak. A munkamegosztásban nagyon komoly tartalékok vannak. Tehát arra lehet számítani, hogy együtt kell működni a más intézményekkel, és akkor itt mondom a másik dolgot, viszont Kisvárdán egy jól vezetett intézményről van szó, és a legjobb gyakorlatokat mi keressük. Tehát, és a legjobb gyakorlat nem csak a gazdálkodásra, hanem a betegellátás minőségére, a betegellátás szervezettségére, a betegekhez való hozzáfordulás minőségében is megmutatkozik. Tehát ugyanakkor a jó gyakorlat elterjesztésében, pedig ha valahol ez jól megy, akkor más intézménynek is ebbe az irányba kell mozognia. Tehát az együttműködésben ott még vannak tartalékok a rendszerben. Tehát a önálló intézményként tekintünk Kisvárdára, de az együttműködésnek a feltételei most alakulnak, ebben viszont részt kell vennünk, mi mindenki más. Elnézést, azzal kezdem, be kellett volna mutatkozni, hogy Vince Péter, a Kelet-Magyarország és a SZOM internetes újság. Ha már itt tartunk, akkor ugye írták Kisvárdai igazgatói pályázatát, nem volt döntés. Újabb 30 nap eltelt, pályázatot kell kiírni. Mi várható ebben a bizonytalanságban? Nem, nincs bizonytalanság, tehát azt szeretném hangsúlyozni, bizonytalanság semmiképp nincs. Nem lett döntés, új pályázat lesz kiírva, és értelemszerűen várjuk a pályázókat. Tehát nyitott, értelemszerűen az intézmény vezetés megvan oldva továbbra is. Bizalmunk van a vezetésben, és megbízott vezetőként viszi a átmeneti időszakában a kórházat. Igen, ez nagyon fontos, hogy nincsen bizonytalanság. Nincs vezetési válság. Nincs. Azt érezzük. Köszönöm szépen a válaszokat.